Köszöntöm Önöket! Most egy elég egyedi végrehajtási ügyet fogunk feltárni, mivel a adósnak kinevezett János állítása szerint már réges-rég megfizetésre került a tulajdonlapon szereplő tartozás, ami nem is olyan kismértékű, hát teljes egészében csak a tőketartozás 200 millió forintot ölel fel, és mivel állítása szerint ez a tartozás már nem létezik, és nem is lehetne adós, mivel ez nem az ő tartozása volt konkrétan, így már hónapok óta tüntet Salgótarjánban a járásbíróság, a bíróságok előtt, hogy végre igazságot nyerjen az ő ügyével, ezért is keresett fel minket, hogy egy nyomásgyakorlással tudjunk esetleg élni a hatóságok irányába, hogy végre valahára pont kerüljön ennek a hatalmas tartozásnak a végére, és megszabaduljon ettől a tartozástól. És akkor kérdezem Jánost, hogy miért is tüntet már hónapok óta a járásbíróság előtt? Hát azért, mert nevemre írtak a hatalom birtoklói, és a banknak a követeléskezelő részege a végrehajtóval egy összedolgozva 200 milliós hitelt, annak a járulékai kamataival együtt. Hát ez van hány száz millió? Ez vagy 5-600 millió is lehet, nem? Hát igen, és a lakásomra is, aminek egy ketted rész tulajdonosa vagyok, valamint a nem, hozzám nem kapcsolódó cégnek a tulajdoni lapjára, és ezt az összeget fölvezették, mint végrehajtás. És ugye folyamatosan ezek a részemről az eljárások, különböző panaszokkal fordulok különböző hatóságokhoz. Végül is az első végrehajtó cselekményét, a második új végrehajtó kiderítette, hogy nincs is végrehajtás, hanem csak bekapcsolódás. És ettől függetlenül a bíróság mégis végrehajtásként megítél különböző költségeket a végrehajtó részére, amit alapvetően nem is volt. Nem ezek ilyen végrehajtási költségek, meg költségek és nem kis összegek. Stb. És hát ez több 10 millió forint, gondolom. Hát az első lépésben azt tudom, hogy első végrehajtó, nem mondok nemet, közel 4 millió forintot már máshonnan, más csatornáról leszedett. Ezt is jeleztem úgy a rendőrségre, mint az ügyészségre, de semmilyen elmozdulás nem történt az ügybe, sőt, kijelentették, hogy nem történt bűncselekmény. Ezen kívül a bírónőt is, aki megítélte ezt az összeget a végrehajtónak, azt följelentettem. A regionális ügyészség képviselője kijelentette, hogy ez nem bűncselekmény, tehát ő nem követett el bűncselekményt. Tehát az én véleményem akkor ezek szerint az, hogy akik hatalmon vannak, pozícióban vannak, és hivatalos személyeknek minősül, ezek bármilyen olyan cselekményt elkövethetnek, amit mirán kettőre állampolgár azt mondják, hogy mi ezt elkövettük, ezt a bűncselekményt. Hogy kerülhet ez a tartozás az ön nevére, vagy hogy jött ön képbe? Hát úgy, hogy a végrehajtó odaírta a cég helyett, hogy én vagyok egy tulajdonosa, itt vannak a dokumentumok is, és ráírta, hogy én vagyok az adós is. De ezt megerősítette, ezt az adós szót a Erste Banknak a jogi képviselő személyei, nem egy, hanem több. És mivel több helyen próbáltam az igazamat keresni, a bankot is megkerestem 2022-ben, hogy jelezzék majd, én milyen üzleti kapcsolatban voltam velük, milyen hitelt vettem föl. Megküdték a iratot, hogy velem semmilyen nemű kapcsolat, üzleti kapcsolat nem volt, és semmilyen végrehajtást nem indítottak ellenem. Megküldtem a cég részéről is, amelyik hátrányos helyzetbe került. A bank ebben az esetben is leírta, hogy a Uniporttal, ezt ellen mondhatom, Uniporttal szemben végrehajtást nem indítottak. Sohasem. 2009-től
mit tudom én. Igen, mert ez az Uniport van itt feljegyezve, mint igen, végrehajtás, meg jelzálogjog. Hogy ezt a végrehajtó csinálta. Na most én többször összetűzésbe kerültem ezekkel a hatalmi emberekkel. Az mit jelent? Hát, milyen összetűzések voltak? Hát úgy, hogy például a városi bíróság elnök helyettesét feljelentettem, mert 50% tulajdonosa volt, tulajdona volt a végrehajtóirodának, amit a férje működtetett. Feltehetően volt belőle egy kis matera, de egy héten belül a lánya került pozícióban. Tehát ő kiszállt a ügyletből. Ezt a 2019-ben elindítottak állítólag büntetőeljárást ez a végrehajtó ellen. El is ítélte a Salgótarjáni bíróság, de hogy tehették ezt meg, amikor a felesége meg ott már akkor elnök volt, ez én véleményem, ez a korrupciónak a alappillére, és információm alapján érdekes mód a illetőt a megyebíróság, most nem tudom már, hogy hívják, megyebíróság fölmentette, és visszaadott neki mindent. Még azt sem vizsgálták, hogy több ezer hektár erdőt, hogy miből, hogyan tudott megvásárolni. Azt tudom, hogy voltak ilyen gazdasági társaságok, azt el kellett adni minden, meg pénzt kellett belőle csinálni, hogy valamilyen büntetés ki tudjon fizetni. Milyen jogorvoslatokkal élt az ügyel szembe, hogy ne ön legyen a végrehajtás adósa? Én minden véle ezért fórumot megjártam, sőt, azt gondoltam, hogy milyen a végrehajtó iroda és a bíróság kemény összefonódásában itt nem nagyon bírok célt elérni. Viszont elküldtem 3 panaszlevelemet is az Orbán Viktor miniszterelnöknek, hát mégis a csúcs ott kezdődik, hogy hátra tud majd segíteni. Az első 2 levelemre nem jött válasz, a 3. levelemre oda bigyeztettem, hogy tisztelt uram, mert ugye vannak olvasó tábor, akik előterjeszték neki az anyagot. Ennyire azért valamit mi értek. Volt benne? Hát a teljes mi anyag van? Benne volt ezzel kapcsolatos. De minden... a válaszban mi volt? Mit kapott a válaszban alulra beírtam, hogy amennyiben ő is ennek a mafiának a képviselője, akkor nem várok választ, nem is kaptam választ. Tehát ez a mafiának a szervezeti részéhez kapcsolódhatnak, és azért működhet Magyarországon. Nem csak egy ilyen eset van, nagyon sok eset van. Hát az a mi is napi szinten találkozunk. Szerencsétlen embereket, akiknek abszolút fogalmuk sincsen a dolgokról, lenyúlják, kizsigerelik, és fölháborítja, amit megengedhetnek ezeknek az embereknek. Ezt mindenféleképp valamilyen formában orvosolni kell. Olyan dolgok is végrehajtást indítanak, de az én esetemben semmi közöm nem volt hozzá, de van olyan, akinek meghamisítják az ingatlanát, nem is volt egyáltalán tulajdonban, és az ő nevére írják, és milyen elbontották, ő vele megfizettetik. De sok ilyen van. Az emberek hiába panaszkodnak, hiába mennek jobbra, hiába írják meg a dolgaikat, azt mondják, hogy ügyvéd. Most egy olyan, akit ma kizsigereltek, ügyvédhez hiába megy, mert az minimum 50 000 forintnál kezdődik. Velem is megjátszották ezt a dolgot. Hát 200 ezer. Mióta harcol egyébként? Akkor lényegében önállóan harcol? Már régi dolgaim 1991-től küzdök az igazamért. De ebben az ügyben akkor 19-től? 19-től. Akkor szerzett tudomást erről az egészről? Akkor, mert kaptam a végrehajtótól egy levelet, azt mondta, hogy Erste Bank 200 milliós hitel. És elkeseredésembe, hát több utat megjártam, meg folyamatosan küldöm a leveleket, de látható, hogy a másodfokú bíróság, aki szintén megítélték ezt a költségeket, tájékoztattam a
az elnököt, hogy bűncselekmény történt, mégis megítélték azok is a nem létező hitelhez a költségeket. Nem kis összeg, és ha én ezt nem védekedek, nem mondom el, akkor azt mondja az Erste Banknak a bűnözői részege, mert inkább így fogalmaznék, hogy bűnözői részege, a követeléskezelők, akiknek a dokumentumokban ott vannak a neveik, azok gyakorlatilag elindítják ellenem teljes egészében, akkor közjegyzőn keresztül elindítják a végrehajtást. Ez közel a végére megyünk, a kamatokat, meg egyebeket számolni, másfél milliárdos összegre. Hát 500 életem lenne, akkor sem tudnám ezeknek kifizetni, ezeknek a mafiózóknak, én úgy hívom őket, hogy mafia. És ebbe a fideszes országgyűlési képviselőnek döntő szerepe van, mert olyan törvényeket hoztak többek között azt, hogy ha valakinek panasza van a végrehajtóval szembe, akkor 15.000 forintos illetéket fizessen meg. Az a kifogás, de igen. A panasza van, vagy kifogása, az ugyanaz. A panasz az más. Akkor kifogás. A panasz az MBVK-hoz nyújtjuk be, a kifogást meg a bíróság. Annak is hiába küldünk. Hát az biztos. Teljesen mindegy, az a cég az olyan, mintha nem is létezne. De valóban ez a kifogás, ez minimum az a 15.000 forint 15.000 forint. De hiába kérem a bíróságon keresztül a végrehajtót, mert egyszerűen már engem elzavart, mert úgy mentem be, mert ideges voltam már nagyon, hogy a bűnszervezet képviselőitől szeretném egy-két tájékoztatást kapni, elzavart. Sőt, meg is fenyegetett. Mivel? Hát azzal, hogy föl fog engem jelenteni. Mondom, nyugodtan jelentsen, mert akik itt ülnek, az a Fülöp Nandinak az emberei, ők tudják az egész ügynek a velejét, meg a mákját. Nyugodtan jelent, de én is próbálok ezután menni, hogy az igazamat megtaláljam valamilyen formában. És folytatni fogja a tüntetést a bíróság előtt? Muszáj tüntetnem, mert ha nem tüntetek, akkor azt hiszik, hogy meghaltam, és ha meghaltam, akkor már nem tudok védekezni. Már 75 éves elmúltam, remélem, hogy az igazat meg tudom szerezni valamilyen formában, de amíg ez a társaság van, az egymást védik. Úgy kalapolnak egymásnak, mint hogyha sógorkomák lennének. És sehova nem lehet lépni. Hát a rendőr nyomozó is röhögött rajtam, azt mondja, menjek ügyvédhez. Hova menjek én ügyvédhez? Hát ez tények vannak. És lemerik írni, hogy ez nem bűncselekmény. Sőt, az ügyész, algotari járás ügyészség képviselő olyat írt, hogy ha a hivatalos személy okirat hamisítást követne el, az 5 év után elévül. Hát az egyszerű állampolgárnak miért nem évülnek el a követelések? Ezek a követeléskezelők 10-15 éves követelésekkel zaklatják az embereket, és nem tudnak érte semmit tenni. Egy 30-40 ezeres elmaradt számla, ami 15 évvel ezelőtt történt, az gyakorlatilag 5-600 ezer forint. Aztán végére mire kifizeti, 1 millió forintot bekaszálnak. Hát mi pontosan az elévülés szabályán is szeretnénk módosítani, mert az, hogy mondjuk a követeléskezelők meg a végrehajtók is úgymond direkt altatják az ügyeket, és ezáltal 10-30 éves tartozásokat is behajthatnak. Tudom, a kamatok meg úgy, hát az elévülésnek is vannak szabályai, de ugye miatt az altatás miatt ugye a kiskapukat kijátszák a követeléskérők, meg ugye a végrehajtók is, így a tartozások nem évülnek el. És ráadásul még a végrehajtó hivatalból nem is felügyeli, meg nem is ellenőrzi az elévülést, pedig nála ott van az összes olyan irat, ami alapján ez megállapítható lenne. És a törvény mindig azt engedi, hogy folyamatosan nekik generáljanak plusz hasznot, mert ugye 10-20-30 év alatt hatalmas kamatgöngyölítésekre képesek, és utána abszolút nem tudják visszafizetni akkor az adósok. Akkor nincs jogállam. Én azt nyugodtan, ezt folyamatosan mondom a bíróság előtt, maguk az igazság épületébe állítok, és nem erre esküdtek, épületébe dolgoznak, és becsapják az embereket, a választópolgárokat. Ezt mindig elmondom. És akkor folytatja a tüntetést tovább, persze, hogy végre valahára eredményet. Úgy tudom, hogy nem lesz eredmény, mert azt mondják, hogy olyan vagyok, mint a lovag, mi a Delemanse lovag. Igen. Hát nincs értelme, sok értelme nincs. Hát reméljük, hogy lesz. De ez a korrupció ellen, ez a
súgorkomaság, a haverizmus, mindenféleképp meg kéne szüntetni, mert ebből nagyon nagy problémák lesznek. Az emberek már lázadoznak, és ezek mind elégedetlenek, nem csak a ellenzékkel, hanem a Fidesszel is. És sok Fideszes van közöttük. Reméljük, hogy egyrészt a nyilvánossággal, meg a folyamatos harcával a járásbíróság előtt az eredményre fog jutni ebben az ügyben, és végre valahára megszüntetik ön ellen a végrehajtást. Hát ahogy János is említette, hatalmas problémák vannak az igazságszolgáltatással. Mi Hazánk mozgalom pontosan ezen szeretne változtatni, mielőbb egy Mi Hazánk kormányzás ideje alatt nem lenne ekkora terük sem a végrehajtóknak, sem a bankoknak, sem a követeléskezelőknek, de még a cinkos közjegyzőknek sem lenne ekkora lehetőség, törvény adta lehetőségeik, hogy megfosszák a magyar embereket a bevételüktől, akár jogtalanul is, elévült tartozásokat behajtva, és tényleg egészében ezt a kizsigerelést meg kell szüntetni mielőbb, és ezért is fogunk a továbbiakban is harcolni, és folyamatosan a saját eszközeinkkel, vagy az utcán, vagy kilakoltatásokon, vagy törvénymódosító határozati javaslatokkal élni, hogy egyrészt az elévülés szabályait is teljes egészében meg kell reformálni, a végrehajtóknak semmi szükségük arra, hogy 8%-os jutalékot kapjanak, ezt minimum a felére le kellene csökkenteni, az bíróság és a költség általányt is abszolút meg kell szüntetni, vagy minimalizálni. Ez mondjuk az előbb említett több százmilliós ügynél több 10 millió forintot is jelenthet, amit meg kell szüntetni. És a végrehajtást is mielőbb non-profittá kell tenni.